Sziasztok! Ez ma egy rendhagyó videó lesz, mert ma egy vendéget is hívtam, hogy csatlakozzon hozzánk így. És köszöntsétek vendégünket! Nem azt mondtuk, hogy nem mondjuk a nevünket. Akkor hogy mutassanak be? Köszöntsétek sztár vendégünket, akit már nem kell bemutatnom. Köszönöm, hogy itt lehetek. Köszönöm a meghívást. Szívesen. Nos, és mondd csak, mennyire vagy jártas a szlovákiai magyar kultúrában? Nagyon. Látni igen. Rajtam. Igen, igazi mondhat... szlovák vagyok. Hol a emblémem? Hol a kokárdád, vagy milyen itt hordnak? Jó, itt nem kokárdát hordunk, hanem hokis sapkát. Igaz, az sincs, azt is otthon láttam. Nem baj. Tudsz én Glóriát is a fejem felé varázsolni? A fényt elfelejtettem. Nem baj. A Glóri is megjelent fejem felé. Mehetünk a dolgokra. Üdvözöllek én is mindenkit. Rendben, akkor mondhatjuk, hogy szakértő vagy a szlovákiai magyar Igen, kultúrában. A legjobb szakértőt hívtad meg. Rendben. Én magamat is szakértőnek tartom. És akkor mi lesz a mai téma? Mit kell tudnunk? Hát a szlovákiai magyar kultúra. Az interneten természetesen. Na, ez tetszik ez az ötlet. Ó, örülök, vágjunk hogy tetszik. Vágjunk is bele. Rendben. Hát akkor kezdjük akkor a YouTube-bal. Néztem előre pár dolgot. Nem, tudod mit? Keressük ki, hogy mit dob ki szlovákiai magyar névre. És akkor így kezdjük, nem? Gyű, szomszédaink a magyarok. Hát 52 perce most nincs. Tudod, nézzünk be, vagy nem, a másodikat nézzük, a szlovák-magyar ellentét. Ó, és akkor kommentáljuk a dolgokat. Íme a térképtervezet. Mi ezt egy igazságos kárpótlásnak tartjuk a háborúban elszenvedett veszteségekért. Az én területem nem lehetne nagyobb? De... Csak semmi de! Gyorsan ugrottunk. Tüntető tömeg vonult az utcákon, felszólalva a kommunizmus ellen. A városháza előtti fegyveres rendőrök csak csendben figyelték az eseményeket. Mindeközben a parlamenten belül. Mi a fenét kéne most tennünk? Ehhez egyedül kevés vagyok. Erősítést kell küldened. Már... Mi az a Kína? Hogy kerül ide a Kína? Ja nem, az a kommunista! Jézusom! Bocsánat, én teljesen a piros zászlón elemaradtam. Ezért megértem meg. Legjobb. Hát én a szakértő vagyok. Se is tudsz így beszélni, hogy a szemeid így földön mozognak. Igen, meg be is tudom így hajlítani. Tudod, itt mind a ilyen félhold, kifli. Várj, akkor szerinted így beszélek, hogy és meg tudod állítani. Igen. A lengyelek is hazavitték azt a nyomorult kardot. Ott is fordong a levegő. Sztálin halála óta borzalmas a helyzet. A németeknél is alig áll a kard. Vélek, hogy nem húzzuk soká. Csinálnod kell valamit. Ezek megölnek, ha nem állítod meg őket. Sajnálom, de... Tehetetlen. Vagy... De ez ki csinált ilyet amúgy? Ez tuti valami felvidéki, mert miért 91 Pozsonyban vagyunk, mikor ez nem 89-ben volt? 89-ben bomlott fel a kommunizmus, itt ez meg azt igaz. Láttam, hogy 91 novembere volt írva, nem? Igen, 91-ben már itt Szlovákia volt. Igen, úgyhogy már csak így visszanézem, hogy... Lehet, hogy lelőttük a point, tehát ez a Szlovákia megalakulása, de akkor mit keresse hát... a Szovjetunió itt? Amúgy ezt mondom, hogy a szovjet... Nem is értem már itt. Aha, látod, 91 november. Szerintem itt elírás történt, mert 89-ben ugye a kommunizmus véget ért itt, és akkor megalakult. Hát akkor is már megalakult, de hogy Csehszlovákiába tovább ment, csak már nem a kommunizmus fennhatósága alatt. Nézzük tovább a történetet. Na fasza, hagyj itt te is! Ó, már 2007! Szólt a magyar himnusz, miközben sokan felhangon követelték a magyar oktatás elleni törekvés feszüntetését. A kiérkező rendőrök egyből el is kezdték oszlatni a tereget. Mennyi halott?
és mindez a semmiért. Elkerülhető lett volna, ha a kormány nem viselkedik ilyen nyíltan magyar ellenesen. De legalább ezek után elfogadták a követeléseinket és hagyják érvényesülni a magyar oktatást. Igen. Mi történt 2007-ben? Én nem hallottam ilyenről amúgy. Meg azt mondja egyik, ez a magyar kis kömböcske, hogy mennyi halott? Kicsit nekem itt ez most valahogy nem éppen... Nem éppen ülnek itt a dolgok. De milyen áron? A parlament totál lángokban. Totál. Tudom. De remélem ebből tanultak, és több ilyen nem fog megtörténni. Én is. 22? Ez már tavaly. Elnézést, uram. Nem tudja véletlenül, hogy hol található a vegyesbolt? Amúgy itt, ha megnézed, akkor egyik szeme az így ilyen kis... kifli, és a másik meg teljes gömb. Persze, hát az az izét jelenti, ezt a rokkos nézést, ez a... Ja, ez a... Hogyan? Hogy? Elnézést, uram. Nem tudja, hol a vegyes bolt. Ott a sarkon. De vigyázzon, rettenetesen drága. Tepláki, horcsica és spekacsi duplája annak, mint máshol. Ezt nem is így mondják már. Ez a videó most már hiteltelen számomra, mert az tepláki és spekacski. Nem, igen, mit spekacskit, vagy mit pont? Mert a teplákit azt mondta, tepláki, úgyhogy... Ez nem szlovákiai csinálta. Az biztos. Tepláki, horcsica és spekacsi duplája annak, mint máshol. Ha mást akar venni, azt nagyjából normális áron megveheti. Elnézést, de micsoda? Farmer, mustár, virsli, drága. De a többi nem. Na, lefordította magát. Várjunk, a farmer... Szerintem nem jó, mert ő a farmer, szerintem a tepláki. Igen. De a tepláki az a melegítő szett. Igen. És a farmer pedig a... Várjunk, hogy mondjuk a farmert? Riflé. Igen. Az nálunk a riflé. Á, értem. Köszönöm. Nincs mit. Még egy sört, Józsikám! Kurta kocsma. Adja egy citromos szódát. Ki isz a citrommal a szódát egy kocsmában? Bajod? Túl közelülsz hozzám. Olyan nagyra vagytok magatokkal, mégis ti vagytok leigázva. Micsoda? Ott ilyen 22-be? Vizualizáció. Másnap a rendőri nyomozás elmaradt lévén, hogy a rendőrök nem vették észre a holttestet. Így áll hát a helyzet felvidéken. Nem is tudtam. És a magyarok közti ellentét, ha bár nem tűéles, de előfordulnak olyanok is, akik a tűzzel játszanak. Annak ellenére, hogy az itteni magyarok elszakadtak hazájuktól, továbbra is összetartóak. Egy remény, ami egyikünk számára sem titok, a mai napig lelkesíti őket. Most miért ment el a Erdély? Az a ukrán volt, az ment a háború. Ja, de az izét kerestem végig, Erdély hol van ennek, hát az a zászlója? Ezek szerint... Az ilyen lent. Itt van a székely zászló, látod? Az a lent? Székely zászló. Aha. De nem tudom amúgy, nem hiszem, hogy ennyire éles lenne szerintem itt már a... Jó, vannak éles szituációk, mint most, amit hallgattunk, hogy eltörlik a komáromi járás, de... Nem tudom. Igen. Tehát, hogy inkább ilyen, ők ilyen passzívan próbálnak eltörölni minket. De nem igen, hiszem, igen. Ez ilyen... Hát ebből egy dolog nem volt pontos. Szerintem se. Mondjuk ezt a 2022-es komáromi dolgot, ezt nem hallottam. Nem, mert csak valami random híradós cuccot vettek ki, de még abban se csodálkoznék, ha ez nem is történt meg. Szerintem is. Én azt a következő videót nézném meg. Én is azt tettem.